Rohanó és stresszes életünkben már néhány óra kikapcsolódás és pihenés is megoldást jelenthet. Egyre népszerűbbek a wellness hétvégék. Most azonban már bizonyos szállodákban arra is van lehetőség, hogy wellness órákat vagy wellness délutánokat töltsön el az ember. Erre különösen nagy igénye van a nagy munkai nyomás alatt álló üzletembereknek. De hogy mi okozhat számukra igazi felfrissülést, ez következik most. Ropogtatás az ízületeknek. És kifúj. Masszírozás a talpnak. És egy különleges vacsora. A káposztásétes és az összes vacsás is a manyúság. Ebben a Budapest közelében lévő szállodában ugyanis elsősorban a fővárosi üzletemberek, a repülőgép csatlakozásra váró utasok, vagy éppen a pihenő idejüket töltő pilóták jönnek kikapcsolódni. A relaxálás fontos része, ez a különleges masszázs. Itt a saját csontod masszírozza le az izomzatodat. A masszázs 100 lépésből áll, az alapmasszázs program, amelyen sorrendben kell végighaladni. A fizikai vagy érzelmi stressz és a rossz testtartás befolyásolja az izom és a csontrendszer egyensúlyát, ami aszimmetriát, fájdalmat okoz. Ez a nyomógyúró masszázsforma magában foglalja az izomtónus és az izom egyensúly helyreállító technikákat. Javítjuk a fejnek a vérkeringését. Nagyon jó relaxációs hatása van. A paciens ilyenkor teljesen el tud lazulni. Az üzletemberek általában délutáni esti órákban érkeznek a szállodánkban, egy-egy munkás nap után, kicsit megfáradtan, és hát így tudunk nekik nyújtani kis felfrissülést a wellness részlegünk és a fitness részlegünk révén. Németországban azonban a modern orvostudomány szerves része a Kneipp taposó, ezt rendszeresen alkalmazzák egészségügyi intézményekben is. Feltalálója Sebastian Kneipp, aki saját magán kísérletezte ki az eljárást. Keringést serkenti, reflexzónákat nyomja a talpon a lekerekített kavicsok, illetve a hideg-melegnek a váltakozása kedvezően hat, ahogy mondtam, a keringésre. A 16 fok körül hideg vízben mezít lába köveken sétálgatva masszírozza talpunk, miközben minden lépésnél kiemelve sarkunkat élvezzük a hideg és a meleg váltakozását. Nagyon jó hatással van az érfalak megerősítésére. Gyakorlatilag három dolog kombinációja, egyben talpmasszázs, hidegvizes kúra és a hideg-meleg váltófürdő. Így együtt ez a hármas nagyon jó hatást fejt ki talpunkon keresztül egész testünkre. És ha elfáradnánk, akkor egy különleges ágyon pihenhetünk. Ezek azok a fűtött pihenőpadok. Kis mozaikkal vannak kirakva, 37 fokon üzemelnek, megnyugtatják az idegrendszert, stresszmentesítenek, és a sugárzó hőnek mindenfajta jótékony hatását használjuk ki. Egy fél órás tartózkodás után az ember teljesen kicserélődik. A Szállodaszövetség az arra érdemes szállodáknak a zöld szálloda érdemrendet adja. Ehhez szigorú követelményeknek kell megfelelni. Alapvetően a mi szállodánk hőszivattyús hűtésrendszerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy egy nagyon környezetbarát és energiatakarékos rendszert használunk. Ez kimondottan akkor látszik meg, például nyáron, amikor más szállodákban a folyadékhűtős rendszereket bekapcsolják, és az nagyon-nagyon sok elektromos energiát használ. Nálunk akkor a falakban gyakorlatilag a földből felszivattyúzott hidegvízzel hűtjük a házat, aminek szinte nincs is költsége. Egy vecsési szállodában természetesen az ételek is magukért beszélnek, és a vecsési savanyúságok széles választékát kínálják. Persze különleges vecsési káposztából készült köretek és főételek is készülnek. A vidéki wellness szállodák általában hétvégén drágábban adják szolgáltatásaikat, míg a budapesti és Budapest környékén lévő szállodákban ez pont fordítva van. Az üzletemberek ugyanis hétfőtől péntekig töltik meg a szállodát, így hétvégén vannak a kedvező bárak. Nagyon sokan jönnek, megdöbbenésünk is, nagyon sokan jönnek a fővárosból, tehát mi a városhatártól 2 kilométerre vagyunk gyakorlatilag, és hát valószínűleg ebbe közrejátszik az, hogy nem kell időt, tehát nem kerül időbe, ameddig eljutnak egy-egy távolabbi helyre, illetve a magas benzinárak is. A csomagosainknak egy jó része közelből érkezik. Akinek nincs ideje vagy pénze arra, hogy több napot is eltöltsön egy wellness szállodában, annak felüdülést, kikapcsolódást és stresszoldást jelenthet már az is, ha csak egy-egy délutánra, estére beköltözik egy ilyen szállodába.